Több mint 10 éve szervezték az első rockfesztivált Sóston, ami sok éven keresztül a rockzene kedvelők körében osztatlan sikert aratott. A járványidőszak okozta szünet után azonban idén pár éves kihagyás után szeptember 16-án ismét a sóstói múzeumfaluba várják az érdeklődőket. A szerda délelőtti sajtótájékoztatón elhangzott, sokszínű zenei stílus szerepel a kínálatban, igazi legendákat hívtak a szervezők Nyíregyházára. A fellépők nagyon színesek lesznek, lesz az akusztikustól, a heavy metalon, a blueson keresztül minden. Fellép a Junkies, akusztik, Szekeres András és Barbol Attila képviseletében, majd következünk mi a Radar zenekarra, mint Szabolcs megyei zenekar, aztán minket követ egy igazi legenda, a Deák Bill Gyula, akinek már az is nagy szó, hogy egyáltalán vidékre utazik, már ugye korából és a kisebb-nagyobb betegségeiből adódóan. Most a 75 éves jubileumi koncertjére készül, és ezt előzi meg ez a kis kiruccanása. Majd utánunk a 40 éves Pokolgép, akiket valószínűleg szintén nem kell bemutatni a hallgatóknak és a rendezvényre jegyet váltóknak, mert ők is egy igazi legenda, hogy a Kukovec Gábor mellett a Magyar Heavy Metal Alap kövei. A Pokolgép jubileuma mellett a Szabolcsi Radar zenekar is kerekéfordulót ünnepel a következő évben. A rockfesztivál szervezőinek képviseletében a zenekar tagjai a sajtótájékoztatón arról is beszéltek, számos meglepetéssel készülnek a jubileum alkalmából. Jövőre 20 éves lesz a Radar zenekar, ezt nagyon nehéz így felfogni, mi sem gondoltuk, hogy eddig jut ez az utazás, eddig jutunk ebben az utazással, és szeretnénk méltóképpen megünnepelni, mert ez a 20 év ez nem mindenkinek adatik meg, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a 20 év ez úgy 20 év, hogy aktív, intenzív, megállás nélküli 20 év volt. Írjuk az új lemezt, ami már 6. lesz a sorban, és most meg akarjuk fejelni egy koncert DVD-vel, hogy teljes kerek legyen ez a 20-as szám. A Radar zenekar tehát egy kis előjubileumi koncerttel készül szeptember 16-án, de hogy ez a sajtótájékoztatón elhangzott, érdemes lesz ellátogatni a sóstói múzeumfaluba, hiszen mellettük a Junkies, a Deák Bill Blues Band és a Pokolgép jóvoltából lesz blues, akusztikus rock és heavy metal is a fesztiválon.